Na hát az a nagy helyzet, srácok, hogy ez már a 24. alkalom, hogy vicserezünk, mióta kint van a Next Gen Updates, és mostanra sikerült végeznünk Ciri novigradi kalandjaival. Pontosabban Geralt kalandjaival Novigradba, hogy Ciri nyomába van. És hát a következő állomás, ahogy a cím is mutatja itt a Twitch-en, Skellige. De oda még nem megyünk, mert vár jó pár küldetés minket azért még itt Novigradba és körülöttem, amiket én még így megcsinálnék. És hát egészen eddig vártunk a templom szigeten felelhető egy bizonyos set, ha jól emlékszem, a macska set, ami ahhoz kell nekünk, hogy egy másik küldetésbe, egy veleni küldetésbe egy extra dialógust kapjunk. Úgy gondoltam, hogy azt érdemes nektek megmutatni, ha már ez egy olyan végigjátszás számomra, ami ilyen második, ugye? És próbálom teletűzdelni számotokra érdekességekkel. Hát néha bele is kavarodok, mert annyira kacifántos, annyira trükkös a megoldások, tehát hogy hogyan kell megoldani szituációkat, hogy néha újra kell töltenem mentéseket, de én ettől függetlenül így egy csomó érdekességet meg akarok nektek mutatni. Mondtam nektek, hogy valószínűleg ez egy 200 órás végigjátszás lesz. A 100-hoz már közel járunk, nagyon. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Köszi szépen egyébként Darth Vidor a 7 hónapos támogatásodat. Láttam ám, köszönöm szépen. Igen, amúgy... ez még a művész Geralt fej, amit most itt láttok. Ez itt még a művész Geralt, de elmegyünk majd fodrászhoz és lecseréljük ezt a frizurát. Jaj. Mi állsz ez, Zoltán? Geralt haver, azt mondja. Witcher mester, hoztunk neked egy ajándékot. We are grateful. We wanted to demonstrate that. So we got this gift for you. Portrait of the Hierarch. Nice. Ah, there's nothing really. Got oodles of them. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. Hemmelfárt főpapot ábrázoló festmény. Megkaptuk az első festményünket. Ez az első. És hát ez majd a Blood and Wine-os DLC alatt lesz érdekes. Ott nagyon hasznos lesz majd. És ezzel kapcsolatban van egy trükk, amit elmondok nektek. Ha ezt a festményt belerakjuk a stashünkbe, és majd elmegyünk Dandelionékhoz, akkor a festményt oda tudjuk nekik adni, de a stashünkből nem tűnik el. Úgyhogy ilyen trükköket fogunk csinálni. És hát ez majd a Blood and Wine-os DLC alatt, még egyszer mondom, hasznos lesz. Aki tudja miért, az tudja, aki nem tudja, az pedig majd meglátja. Mondjuk gőzöm sincs, hogy hol kell amúgy ezt keresni, hogy hol vannak a festmények. Már erre nem emlékszem. Az egyebeknél lehet? Aha, az egyebeknél van. Ott van. Jó. Na hát akkor küldetések. Azt mondja, hogy küldetések. Mondtam nektek, hogy visszamegyünk Velenbe, de még mielőtt Velenbe visszamennénk, előtte megszerezzük a macska felszerelést, mert az még nincs meg nekünk, és azt le is kell craftolnunk. Ha minden igaz, akkor azt mondták, hogy ahhoz ide érdemes mennünk. Ezen belül is egy barlangban majd itt valahol. Én azt hittem, hogy a
itt a küldetések majd elvisznek a barlangba, de nem vittek el, úgyhogy hát akkor oda megyünk. Bejelölöm ezt a hidat, és akkor szólunk Eszegnek. Szia, Konix. Jó volt egyébként a legutóbbi küldetésünk, hogy kiszabadítsuk Dandelion-t, az nagyon király volt. Nagyon tetszett. Főleg amit Dudu előkerítéséhez kellett tennünk, az nagyon jó volt. Az előadás, az szerintem sokak számára emlékezetes. Meg hát az egész Novigrádi rész Priscilla bemutatásával, ahogy előadja azt az ikonikus darabot. De hát mondom, még Novigrádnak bőven nincs vége, hiszen még várnak a kalandok Trisszel is például. Igen, vicces volt Geralt az előadás alatt, és hát ezzel a frizurával meg pláne, Géles, ezzel a frizurával meg pláne az volt. Tárirám, tarám, tarám. Azt mondja, hogy ide írnak valahol egy borbét, aha. Meg is látogatjuk gyorsan. Hello. Féláron is leborotválja a képünket, azt mondja. Give me a haircut. As long as your hands aren't too shaky. Szeretnénk egy hajvágást. Hogy is akartuk? Igen, lazán hátra fésülve, hátul összefogva. Nem lehet kopasz Geralt, bár moddal szerintem lehet kopasz Geraltot csinálni. This is not what I wanted. Ez nem is az a haj. Köszönöm. Nem, hát ez nem. Én meg nem ilyen sorsot akartam. Úgy volt, hogy tanácsnok leszek a Mahakamba. Haver. Ne haragudj, de ez elég ratyi ez a haj. Ez biztos, hogy nem fogjuk hordani. Ez nem jó. Azért megpróbáljuk még egyszer. Tehát, hogy ez nem jó. Még egyszer. Ha még egyszer ilyenre vágja a hajam, nagyon morcos leszek. Na, másodjára csak sikerült. Jó? És akkor most a szakállat is... teljesen borotváltra. Így van. Wow! Na hát csak sikerült. So long. Viszlát. Ja, soha többé viszlát. Opa. Ez micsoda? Mi ez a hely? Valami csúnya sikátorba tévedtünk az előbb. Na nézzük. Tényleg megnézem, hogy amúgy milyen küldetés szól ahhoz, mert lehet, hogy küldetést is tudnék felvenni. Ah, basic gear. Azt hiszem amúgy megkaptuk a küldit hozzá. És akkor talán úgy kicsit jobb lesz.
Kincsvadászat? Igen, ez az. Utazásai során Geralt egy Kian nevű Witcher nyomaira bukkant, mivel legendák szólnak a Witcher felszereléséről. Geralt kutatásba fogott gyönyörű páncélokat és mesés fegyvereket megáldódva a keresés végállomásaként. Jézusom, ez most így nagyon nem ment. Szóval, hogy templomsziget. Igen, és talán amúgy van ehhez nekünk valami olvasmányunk is? Menlevél, titokzatos jegyzet. El nem küldött levél. Jó, akkor menjünk tovább. Szökkenő szarvas romjai és a templom sziget alatt húzódó járatok. Na. Az ilyen helyeknek vajon mi értelme? Ja, szerintem semmi. Jó, hát akkor keszeg nem megy föl. Na mindjárt hívjuk újra keszeget. Köszi a lótot. Köszi. Na gyere, keszeg! Megyünk tovább. Na. De remélem, hogy... Aha, erre kell mennünk, szuper. Na, Szent Gregory híd. Tehát a templom sziget alatt húzódó járatokat kell megnézni, átnézni. Má! Ho! Ha a fekete mágiát gyakorolsz, elkapunk és elítélünk. Én fekete mágiát, uram, egyszerű favágó volnék. Akkor mit keresel a városba? Itt nincs szükség favágóra. That's it, Roach. Azt nem tudom, hogy hol menjünk, honnan menjünk itt le. Mert erre nem emlékszem. Választók tere. Ah, hát itt biztos nem jártunk. Do you wish the eternal fire's blessing upon you and your household? Come, true believer, may its light shine. Watch it, or you'll see the shine of my sword. And back off. That incense is making me nauseous. You might have said so right away. Countersign and fish soup gives the deacon's auntie a headache. What do you need? Before you ask, I'm all out of hemorrhoids. Aranyér kenőcsből kifogytam. Your incense that bad for the brain? What do you mean? You gave the password. Megadtad a jelszót, ami azt jelenti, hogy gyógynövényeket akarsz vásárolni. Mi ez az álca? Minek ez az álca? What sort of conspiracy is this? Conspiracy? Én csupán ártalmatlan dolgokat árulok. Sose beszéltem ezzel a csávóval. Think it's safer to don priest's robes? See, thing is, in this town, impersonating a priest is likely grounds for punishment. Cruel and unusual, I'd wager. I impersonate no one. Én nem álcázom magam, paf vagyok, és mellesleg alkimista. Sadly, it's become difficult to reconcile the two. Will you report me?
Feljelentesz, hogy köthetünk üzletet? Save your coin. I'm not fond of priests. In fact, you'd have to pay me to talk to them. Then I shall sell you my wares for less. Cast your eyes. See if there's aught you could use. Provided, of course, you do not seek hemorrhoid cream. Nem bánnék egy kártyapartit. Matt. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Én ezzel a csókával előző végigjátszásom alatt nem is találkoztam egyáltalán. Na ugye arra jöttünk rá, hát ez nagyon jó volt, hogy a vezérem, tehát a vezércserét akartam csinálni, hogy nem tudom használni a vezérem, mert hogy nincs olyan lap a pakliban. Erenden, köszi szépen a 42 hónapot, mi újság, srácok, peregjenek a szvegek. Szia, Hydra boss. Nem is ezt akartam kicserélni. Én nagyon két balkezes vagyok, srácok. Szerintem most elvernek minket. Ja, az arra nem is beszélve, hogy keszeg itt van a kezünkben. Hát jó. Csinálunk egy ilyet. Jó. Eddig jó. A szemétje. Azokon még ki is fogja játszani. A tánc. Köszi szépen. Hát nagyon jó, nagyon jó ez a muzsika. Na mit lépsz rá, haver? Passzol. Na a noob. Mi is passzolunk. Tehát 10 lapunk van, pont ennyivel kezdtünk. Bizony, lehívunk egy ilyet. Nagyon jó, és ott van rettenet a kezünkbe rögtön. Fringilla. Persze, Létót is lecsapjuk. Igen, olyan kürt, olyan kellene nekünk, ja. Az a kürt, az kéne nekünk nagyon. Ezt a kört amúgy lehet, hogy el kell engedni. Oké. Ja, ezt lehet el kell engedni. Én is elnyomom ezt. Sőt.
Fagy, négyes lapok. Nem tudom, így olyan, mintha nem tudna mit lépni. Ez lehet? Igen. Jó. Két lapja van. Megnyerted, haver, megnyerted. Nagyon jó volt, megnyerted. Na. Egy rögtön egy tízes lappal kezd. És elpasszolt, tehát akkor nyert ügyünk van. Na, lehozzuk rögtön a tízes lapot. Na tessék. 36-tal meg is nyertük. Győzelem. Na, kaptunk 20 koronát, ő meg ment egyet maga körül. Dol Blathanna felderít. Azt tudom. Micsoda lót. Megváltoztattam a jelszót, de te még erős árengedményt élvezel. Na mutasd, mit van. Ohoho. Freya kultusza. Hát adjad. Adj egy kis olvasnivalót. És látom, van pénzed, szóval nem lehet neki eladni, srácok, a fegyvereket. A kémiai cuccokat viszont lehet eladni. Na. Micsoda? 100 gulvért eladhatunk. A törp spirituszból el lehetne adni 100-at. 50. Jó. Van egy csomó pengő gombánk is. Az érték zárójárba azt egy mod írja hozzá, azt írja, hogy 25%-os áron adjuk mi, mert hogy a teljes ára az 4 lenne. Na ez például, ezt is 21%-os áron tudjuk eladni, 12-ért, pedig egyébként 45 lenne. A 96 pedig az, hogyha a teljes stacket eladjuk. Ja, meg tudom mutatni, hogy hol találtam Sirit? Persze. Mindjárt megmutatom. Vivenbőr. Jó drága amúgy. Azt nézem, hogy mit adjak még el. Hát ennyi. Többet biztos nem költünk. Take care. Na, világ térkép, és akkor a Sirit. Hát vagy ezen a környéken, vagy ezen a környéken. Valami fás környék volt, az biztos. Amúgy szerintem valahol itt. Na, pontosabban itt. Odaírnak Vendort. Itt a térképem. Na. Szóval... Yes, Master? Szia, Predrog, szevasztok, srácok. Meggyalázzuk az örök tüzet, azt mondják. Én azért nyomok egy mentést. Júj! Nyomtunk egy F5-öt.
Hát az... Azt akartam mondani, hogy ez nem tűnik túl biztonságosnak. Mi a terv? Lemenni itt egy barlangba. Szóval azt mondták, hogy le kell mennünk egy barlangba, úgyhogy lemegyünk. Te itt sokat bolyongtál? Hát szerintem... Én tényleg azt hittem, hogy itt a templom sziget alatti barlangokban egy quest visz minket le, és itt most nem a kincsvadászosra gondoltam. Hát ezt nagyon... elnéztem. Na. Hát azt mondja, hogy fönte van a cucc, mint ami nekünk kell. Hát ez itt nem úgy néz ki, mint hogyha itt be lehetne menni. Szerintem nem ez lesz az út, és nem is nagyon látunk itt bejáratot. But finding me proved no simple task, for having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too. Jobban volt már. Sadly, she was no longer. Na, itt mondjuk király lenne, hogyha ezt el lehetne skippálni. Na. Hát, ha itt nem lehet lemenni. Ott se lehet lemenni. Ott talán le lehet menni? Akkor ezt nem ad valami tanácsot? Hát én eddig nem nagyon láttam. Ez olyan, mintha már egy út lenne. Wow! Jó. Kérdés. Mutatnak-e itt valamit? Amúgy lehet, hogy visszamutattak valamit a falba vésve. Mindegy, megyünk tovább. Tehát, ha valamikor, most nagyon jó helyen vagyunk. Bár én nem látom a macskát sehova se. Belekarcolva. Hát ebbe nem. Na tessék. Valaki ide illúziót helyezett. A szemétje. Ja, nekem is nagy kedvenc ez a game. Into the Kill. Na. Ja, azt hittem, hogy ezeket meg kell lökni. Jajjaj. És akkor melyiket kell? Axi, Irden. Hello ellenfél. Szereted az ezüstöt? Gyere! Nagyon jó. Morcosnak tűnik. Azta, még egy pofont is adott nekünk. Ez egy gólem. GG easy. Itt ahogy látom, be lehetne világítani ezt a területet. Világítatni. Mindjárt visszajövünk egyébként ide, csak megnézzük, hogy itt mi van.
Az belejárt a macskánk. De jól néz ki. Milyen menő. Hoppá! Számla a gólemről. Kibocsátó Yehuda Löw vásárló Irenusvár Steingard, árucik megnevezése, agyag, zárójel porcelán, őrgólem. Garancia. A kerámia mez sérülése esetén haladéktalanul keresse fel a Yehuda Löw és tanítványai legközelebbi kirendeltségét. E gólem karbantartásához szakképzett személyzet szükséges. És itt van a Freya kultusz a könyv is. Freya Modron, mindenek anyja, arra tanít bennünket, hogy higgyünk benne, bármit hozzon is az élet. Ezért a harcosok hozzáimádkoznak, mielőtt csatába indulnak, és a hátrahagyott nők is hozzáfohászkodnak, hogy a férfiak épségbe visszatérjenek. Freya, mint anya és istennő, megérti az emberiség összes baját, enyhülést hoz a gyötrelmekre, és vígaszt nyújt. De jaj annak, aki ellene tesz, és megszegi örök törvényeit, amelyek az emberek és a világ javát szolgálják. Megvetés vár az ilyen emberekre, elvágják őket az anyai szeretet életadó forrásától, és ha nem hagynak fel szokásaikkal, szakítva a gonosszal, visszatérve istennő anyjuk keblére, akkor mindörökre átkozottak lesznek ők és egész vérvonaluk. Nagyon zsír, és még lót is jött. Megérte. Megérte. Oszta! Ez a vidérc hogy jött ide? Semmi nyoma nem volt, srácok, hogy ide most egy lidérc fog jönni. Az a helyzet. Úgyhogy nem kicsit befostam. Ez érdekes volt. Jó. Iszom még egy macskát. Kíváncsi vagyok, a többi úton mégis mi van. Ez valami bejárat lehet? Tekints a mélybe, hogy felemeltes. Na mindjárt a mélybe tekintünk. Köszi, Zsák. Oké. Zárva kulcs kell hozzá. A francba. A francba, srácok. Hát ez így szívás. Ez így bizony szívás. Mindenről maradtál, ne? Hát igazából. Azon kívül, hogy megküzdöttünk egy gólemmel. Meg egy gwentezésről nem sok minden volt. Na, gyújtottunk világítást, úgyhogy tudjuk, hogy most már el le kell jönni, és a feladat pedig erre visz minket, gondolom én, mert azon az ajtón át nem tudunk jelenleg menni. Na nézzük. Ne használd, köszi. Gerált nem használ. Rossz Gerált. Kifoszt. Nem használ, Gerált, hát mi van veled?
kutatási feljegyzések. Téma vezetőnk Irenius Vár Steingard utasítása szerint megkezdtük a kísérletet a köznyelven folytólidércnek nevezett genom képviselőin. A gömbhalmérek beadását követően sajnos az összes példány kómába esett, mivel 24 óra elteltével az életfunkciók is megszűntek, a további vizsgálatokat nem áll módunkba lefolytatni. Mateo Sicula. Aha. Nem tudom, hogy hogy lehet oda nézni a fákjára. Jó, akkor így gyújtjuk be. Aha. Tehát nézz a mélybe, az a feladat. Na. Most. Na. Hát ott van, hogy használ, hát akkor nyomjad. Nagyon jó. Hosszparolt! Srácok. Hogy megijedtem-e? Jaj, srácok, nem tetszik ez a hely. Jó. Tudja, hogy még lesz valami fosatás itt. Na, ez az útcsó. Persze, hogy először erre fordul. Most ez nem fordul arra? Nem megy. Na. Ja, még itt van egy. Oda volt fordulva? Lehet amúgy. Na végre. Aha. Vannak lent spanok. Kell még nekünk egy macska. Rejtélyes recept. Kedves Pascal és Timo, kaptam egy kis időt a vizsgálatok közt, amiket ezeken a büdös fújtólidérceken kell végeznem. Úgy ígéretemhez híven alább küldöm a híres pikáns fűszerezésű tökös hérceragom receptjét. Tök, hércecomb, kókusztej, minden hónap első szerdáján Novigradban. Ja, igen. Kókusztej és a többi összetevő az hiányzik. A többire magadtól is eljössz, nem kétlem, sok szerencsét. Most te jössz nekem egy szívességgel. Értem. Geralt. Geralt, please. Ha valami haszontalan ebben a játékban, az ez. A laboratórium kulcsa. Ez a víz alatti harc, ez annyira felesleges.
Jó. Izgatta, hogy felérsz, hát nyomtam a kört, hogy menjen fölfele Geralt, és így megállt. Kinyitva a kulccsal. Na most mentünk még egyet. Gyújtunk egy ilyet. Mi bajod van? Nincs jó, nincs gonosz, csak fájdalom. Bolond Kian. Ez még nem a vég. Holtpenge, macskanadrág, csizma, páncél, laboratóriumi jegyzetfüzet. Na jöhet az olvasmány. Első nap. Szerencsére sikerült közvetlenül a laboratóriumomba teleportálni. Jó itthon. Kezdett már elegem lenni abból a szivárgó bricskámból. Remélem, hogy a vihar, amit megidéztem, szétmorzsolja füveshalom partmenti zátonyain. A kísérletek, amiket tanítványaim távolétemben a folytólidérceken végeztek, nem a várt eredményt hozták. Mint mindig. Most is mindent nekem kell rendesen elvégeznem. Gyógyászati ópiumot fogok alkalmazni az alanynál. Ez a mágtej féleszméletlenné teszi a Witchert, aki így képtelen lesz az ellenállásra. Megkezdem a vizsgálatot. Megjegyzés. Nem folytathatom, míg rendet nem teszek a laboratórium feldúlt részében. Az egyik asszisztensem törött karcsontját már helyre raktam. A Witcher ezúttal 4-szeres adag mágtejet kap. Negyedik nap. Az alany magas fokon érzéketlen a testi fájdalomra, csak az intenzív kínzás második napján tört meg. A kihallgatás eredménye mérsékelten kielégítő. Általános ismeretekhez jutottam a Witcher kiképzéséről és a macskaiskoláról. Ahogy sejtettem, a macskaiskola Witcherei javarészt tünde származékok. Az iskola tehát valamiféle kapcsolatban áll az ősfajokkal. Kiegészítés, talán egy Anshidhe alapította? Az alany alkalmatlan további vizsgálatokra. Beszüntetem a mágtej adagolását. Hetedik nap. Csomóréka és bűrök keverékét alkalmazom. Az emberi és az Anshidhe faj tipikus képviselőinél ez a mixtúra a perifériás idegrendszer bénulását, majd az idegvégződések elhalását idézi elő. A végéredmény a vázizomzat, a tüdő és a szív bénulása, mely fulladásos halálhoz vezet. A Witcher nem tipikus képviselője egyetlen ismert fajnak sem, bár a méreg enyhe fokú idegrendszeri irritációt okozott. A mutáns szervezet gyorsan semlegesítette a káros alkaloidokat. Egy óra alatt a méreg által előidézett összes tünet megszűnt. 15. nap. A tengeri darás toxin nem váltott ki a várt eredményt. A hatás fokozása érdekében etil alkoholt öntöttem a sebekben. Az alany idegrendszere a jelek szerint immunis. 26. nap. Az alany szervezete a kínzás, mérgezés, égetés, fagyasztás, kiszáradás és kiéheztetés dacára továbbra is működik. Önállóan eszik és iszik. Fel alá jár a cellájába és az egyszerűbb szavakkal kérlek, ital, fáj, ne bánts is elboldogul. Következtetés. Ahogy sejtettem, a Witcher elsőrendű hordozó. Egy ilyen életre való szervezetbe börtönzött démon maga lesz a halál, a testet öltött bosszú álló harag, amit én irányítok. Malaspin és Alazur óta senkinek nem sikerült ilyen lebíratatlan hatalmú lényt alkotnia. Nagy napja ez a tudománynak. Ideje elkezdem a szertartást. Aha, tehát akkor a Witcher ellen harcoltunk. Ez 100%-olás, legalábbis
jelek szerint csak 100%-ra a törekedés, mert egy-két küldetést valószínűleg nem fogok tudni megcsinálni. Úgyhogy ez ilyen varázslós potis build. Szeretne lenni idővel majd Kanten. Ez ilyen különleges végigjátszás így a második alkalomra. A teljes játék nagyjából 33%-ánál járunk kiegészítőkkel együtt. A drága Y tiszteletére még mindig várom vércséd érkezését. Kezdjük egy rejtéllyel, kedves olvasóm. Mi köti össze vízi Mátetemeri a büszke fővárosát Oxenforttal, egész északtudományos központjával és Ginvéllel, egy messzi településsel az ismert világ szélén? Úgy tűnik semmi. Végtére is mindegyik egészen máshogy néz ki. Mások a hangjai, még a szaga is. Eredetük mindazonáltal azonos. Mindhármat ősi tündevárosokra építették. Erről tanúskodnak az utcáik alatt búrjánzó romok. A tünde emlékek megtekintését a legjobb vízimában kezdeni, pontosabban a város csatornáiban. Veszélyes hely, az bizonyos, ezért érdemes magunkkal vinni egy jól fegyverzett vezetőt. A Szent csatornánk egy oldalága egy Enshide város maradványaihoz vezet. Az ember megcsodálhatja a mester ilyen faragott mennyezeteit, elnézheti makulátlanul csiszolt márványtömbjeit, az ősi faj által elhajított régi tárgyakat és régi köteteket vált kézbe, melyek nyomban darabokra hullanak. A tünde kultúra hasonlóan lenyűgöző emlékei lelhetőek fel Oxenfordban és valahol a veleni vadonban úgy szintén, habár ezt az információt személyesen még nem tudtam ellenőrizni. Mi okozta a tünde civilizáció összeomlását? Ragály? Katasztrófa? Nem, kedves olvasó. E pusztulást mi emberek okoztuk. Mi űztük ki a tündéket városaikból, és ahelyett, hogy csodaszép épületeikben élnénk, mi lebontottuk ezeket, hogy satnya és düledező kunyhókat építsünk belőlük. Csak az marad meg, amit elborítottunk törmelékkel és iszappal, majd évszázadokra kitöröltük az emlékezetünkből. Ja, én se tudtam, hogy az Irden az tud ilyet. Én se tudtam, ez az alternatív verziója. Úgyhogy ez számomra is meglepetés volt. Gnóm kópéságok. Cica. Bár az a helyzet, hogy ez a terület, így, ez, nekem rémlik, tehát valószínűleg jártam itt, de már teljesen elfelejtettem az útvonalat. Meg hogy így hogy kerültem ide. De ennek most örülök, ennek most kiváltképp örülök, srácok, mert ez a set kell egy küldetéshez majd. És meglátjátok majd miért, majd mondani fogom, hogy na ez az a pillanat, srácok, amiért megérte összeszednünk a macska szetet, pedig soha nem fogjuk használni. Legalábbis szerintem. Na, befosunk még, srácok. Oké, azt hiszem most már biztonságos a dolog. Hát így most már értem, hogy miért nincs felfestve ide, vagy ide rajzolva a macska iskola jelen, bár eddig mindenhova oda rajzolták, de ide én nem láttam. Vagy nem kerestem elég jól. Na. Hát ez szuper. Ennek most nagyon örülök, srácok. Oké. És akkor utasd át a szökkenő szarvas roncsait. Van egy ilyen feladatunk. Oda is el kell mennünk. Ott is van egy... De az hol van?
A storm, damn it. Azt a kérdélet ne hagyjuk már itt. Nem tudom mondjuk, hogy... hogy lehet megszerezni, de... megpróbáljuk. Meglepne, hogyha itt beengednének, és beengednek. A választók tere, de jó. Wow. A place of power. A place of power. Szereti az esőt, mert olyankor nem jönnek elő zsiványok. No, de jó. Menő ez a hely. Menő ez a hely. Itt volt az a hely, ahol Siri elteleportált. Szóval a szökkenő szarvas roncsai. Oké, úgy néz ki, hogy itt nem engednek ki. Mindjárt megtalálom a kijáratot. A lófütyülő. Ja, hát akkor... jó. Hol is jöttünk be? Mit tudom én? Nyomunk egy mentést. És akkor olyan helyen megyünk ki, ahol egyébként nem szoktak emberek. Ja, nem is enged. Akkor mindegy. Nekem te nem mondod meg játék, hogy hol ugorhatok le, és hol nem. Majd azt én eldöntöm. Jó, hát nem engedik. Akkor nem én döntöm el. Van egy kis kapu a nagy kapun? Az segíthet szerintetek? Jogos, jogos. Fel se tűnt. Hoppá, hoppá, hoppá. Törp spiritus. Jó. Na. Menjünk le. Ott volt Filippának a képe. Nem szeretem ezt a helyet, mert össze-víz a spónolja keszeget. Eszeg. Tehát, hogy én most nem hívtam, de itt jön. Na, tehát a szökkenő szarvas romjai az, ami itt van közel. Jó, azt akarom először megnézni. Az a terv, hogy a teljes macska szetet lekraftoljuk. De csak az alap macska szeten. Jó, itt a főpap téren csak úgy átmegyünk.
Még 700 lépés. A nagy mesterpáncélból a griffet akarom. Azt kezdtem el építeni. Már a második szint van meg. A griff setből. Az az, ami így a biedemnek kell. Az Irden kétszer akkora lesz. Ami elég zsír. Áspis, azt mondtam. Én követem az utat. Ha egyszer azt mondja, hogy erre menjünk, aztán majd forduljunk jobbra, akkor csak nem akarnak minket átverni. Na, most már viszont lehet vágtatni. Keszeg. Ok. Jó, hát akkor nem hiszünk a GPS-nek. Tehát mentünk egyenesen, és egyszer csak azt mondta a GPS, jó, akkor most te fordulj meg. Banditák tábora. Egyszerre? Hát gyertek. Temeriáért! Na, hát akkor gyere. Eddig jó. Ez jó menet volt. Szia, Leader D. Üdv mindenkinek, srácok. Jó, farkasfog bimbo. Bazzer nem akarja mutatni, hogy merre kéne menni. Bambik persze itt vannak. Ezek mik? Na, vártasok. Vannak még ott az a helyzet. Aha. Gyertek, gyertek. Na. Most már az összes... Az összessel végeztünk. Na, tehát mehetünk tovább nyugiba. És ha már nyugi... Meditálnunk kell, hogy legyenek párlatok. Remegett a kontrollerem, úgyhogy lehet, hogy lett volna megint valami loot. Aha, az lesz a szökkenő szarvas.
Kár, hogy nem hajóval jöttünk ide. Mondjuk erre gondoltam volna hamarabb is. Aha, igen, mondjuk a favágó kunyhójától jöttem volna hajóval. Merültél a dél-koreai írásjelekben? Hoppácska! De jó lenne a hatékonyabb macska. Wow. Na. Benyomjuk itt a gyors húszást. Milyen dél-koreai írásjeleket néztél? Tanuláshoz vagy? Valami máshoz? Ott egy kérdőjel. Őrzött kincs. Hajónapló. Kifutottunk Novigradból. Délnek tartunk, Bremervordba. A tenger nyugodt. Megérkeztünk Bremervordba, a kikötő egy zsúfolt. 4 Hulk, 6 Kog. 1 ha, 1 karak és tucatnyi hosszú hajó. Furcsa. A hosszú hajók felének legénysége birodalmi zsoldban áll. Minek Nilfgaardnak kalóz flotta? És miért épp Bremervordban horgonyoz? Berakottunk. Minden utas a fedélzeten. Kifutunk Bremervordból Novigrad felé. Furcsa. Egy mágus fizetett azért, hogy megoszthassa a Witcher kabinját. Ezek a szönszülöttek a jelek szerint vonzódnak egymáshoz. Ez a Witcher kész főnyeremény nem csak a szörnyek miatt, ilyen jelenlétében még a vámtisztek is civilizáltabbak. És nem olyan bosszantóan alaposak, mint általában. A Witcherről tengő szóbeszédek láthatóan nyugtalanítják őket. Gyorsan csökken a légnyomás, fordult a szél. Jól jönne most a mágus, aki árnyéként követi a Witchert, de egyikük sem mutatkozik. Gyávák! Reggel a fedélzetmester furcsa zajokat hallott a Witcher kabinjából, és villanásokat látott az ajtó alatt. Azóta semmi. Muszáj lesz utána nézni. A kabin üres. Nincs idő átkutatni a hajót. A vitorlák fontosabbak. A kikötőig már nem jutunk el. Idekint kell kihúznunk. Hurtítunk a vásznakon, és az istenekre bízzuk a többit. Szegények. Óvatosan közeledünk. Gyere ide. Egy baziliszkusz. Béna. Béna baziliszkusz. Hosszú karom, nála is hosszú karom volt. Hát itt muszáj leszek egyet meditálni. Talán, de nem könnyű. Ja. Na hajrá, szia Jadloz! Múltkor említettem, hogy a Witcher-emet megvettem Switch-re. Ennek volt időm kipróbálni, és pozitív csalódás volt, nagyon szép Switch-en is, és a magyar nyelvet is tartalmazza. Na, örülök, hogy tetszik. Tök jó. Ott van egy mágus jelzete és macska nyílpuska.
Ilyen aféle őrként dolgozik a csodaszarvason. Egy terje erszény novigrádi korona meggyőzte a kapitányt, hogy a kabinjába szállásoljon el. Minden a tervek szerint halad. Tulajdonképp élvezem ezt a kiruccanást. Örülök, hogy nem béreltem fel állik felfegyverzett féleszüket az emberrabáshoz. Én magam sokkal elegánsabban oldom meg az ilyesmit. A fickó óvatos. Egy szent szándékkal kint felejtett mérgezett almának nemigen fog bedőlni. Úgy fest varázslata kell majd kiütni, hogy elteleportálhassam. Csak reméletem, hogy nem a templom szigetre érkezünk majd, hanem az alatta levő tanyámra. A laboratóriumon pulzáló kisugárzása miatt a hazatérési kísérleteim nagy százalékban meghiúsulnak. Nagyon ellenálló a pszichonikus varázslatokkal szemben, idő kell, hogy leküzdjem az idegrendszere ellenállását. Fél óra legalább. Még néhány pillanat és a Witcher szállításra kész. Már csak a nyomokat kell eltüntetnem, és megpiszkálom kicsit az időjárást. A kedvezőbb légköri feltételekre várva átkutatom a Witcher holmiát. Akadt pár nagyon érdekes dokumentum. Ezt Taia térképe, tündeábrák, lapszéli megjegyzés, nagyon érdekes tervrajz egy egykezes számszeríról. Nagy valószínűséggel drakonoidok, vagy ornithosaurusok ellen használja. A kihallgatás során majd rákérdezek. Ez megerősíti elméletemet, mely szerint a Witcherek macskaiskolája tündefegyvereket használ, és Sigismund Glogár professzor jegyzetei. Egyértelmű, hogy a Witchernek köze volt a neves tudós eltűnéséhez. Kicsit túlzásra vittem a dolgot, azokkal a VR fejlőkkel nincs értelme várni, ideje eltűnnünk. Azt a könyvet üldözöm a játékban, amit nálad láttam, amiben le van írva, hogy mennyi Gwent kártya hiányzik és melyikből. Még a könyvvárosnál se találtam, meg kifosztok minden egyes falusi házat, de egyelőre sehol. Hát azt a legelején kapjuk meg, nem? Azt a... kézikönyvet. Ide jövünk, igen, és akkor itt van. A csodás kis Gwent kalauz. Ezt a legelején kapjuk meg, tudtommal. De érdekes amúgy ez a sztori. Kíváncsi vagyok, hogy az Est Taiar romjainál mit fogunk találni, mi az, ami még hiányzik a felszerelésből. Illetve marad-e még itt kérdőjel? Nem marad, jól van, akkor mehetünk tovább. Alapból megvan. Én úgy emlékszem, hogy azt a játék elején kapjuk meg. Nekem nagyon az rémlik. Elnézzünk még oda a zöld toronyhoz, vagy mi az, világító toronyhoz. Egyébként is Keszeg erre fele vár minket. Na gyere, Keszeg. Let's go! Megnézzük, hogy itt milyen lootok vannak. Gyorsan.
A rovar alakúak képes atlasza. Aha. Bestiárium frissült. Ezt nem olvastam el, mert olyan értelmetlen volt a leírás. Jó. Ebbe belehalunk? Nem? Jó. Egy kérdés a hozzáértő Witcher játékosokhoz. Ez az a világító torony, ahol Trisszel találkozunk? Come on, Roach, come on! Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem emlékszem. Azt tudom, hogy egy világító torony, és mivel gondolom Novigrad környékén vagyunk, akkor szerintem ez az. Van-e több? Na itt van az a hely, és ő az a tünde csávó, aki ott van, akivel kártyázni kell, hogy meglegyen a Siris lap. Itt ez az a világító torony, köszi szépen! Azt a jelenetet itt most úgyse fogjuk látni ez alatt a végigjátszás alatt. Majd mondom, hogy az melyik küldetés után jön. Kapták amúgy az állatok. Szia, Ervesenci, szia, Lorcsi, szevasztok, skacok. Nem tudom, hogy ma fogjuk-e azt a questet csinálni, hogy lesz-e rá időnk, de azt így szeretném, mert az még egy Trisshez köl. Tehát azt a Trisses küldit még szeretném megcsinálni. De mivel olyan döntéseket hozunk, hogy mi ilyennel akarunk lenni, ezért nem fogjátok látni. Én megcsináltam az előző végigjátszás alatt, de az itt most nem lesz. Sajnos. Így van, az egy buja jelenet. Fura, hogy a GPS egyet. Ja, mert hogy nem is jól van bejelölve. Na várjunk csak. Na, most már jó. 1000 lépés. Hol vagyunk most? Húha! Jól haladtunk. Aha. A temeri partizánok rejtekétől nem messze volt. Szerencsére nem akadtunk fenn a hídon. Run, Roach. Igen, itt kvinteztünk. Azt nem tudom, hogy itt voltunk-e. Itt nem voltunk, itt is van egy quest. Karsten. Nem mehetek el mellette, srácok. Jobb lett volna, ha porig égetjük. Az ajtó nem sokáig tartja bent a dögöket. Na, mi történik itt? Nem a te dolgod az. Igazad van, nem az. Úgy tűnik, jól jönne nektek a segítség. Not an expert or anything, but you two look like you could use some help. Aye, it's true, we could. A pajta tele van bestiákkal. Nem vagyunk gazdagok, de ha levágod a férgeket, megfizetjük. Na, már is megnézzük, hogy mire vállalkoztunk. Igen. Na, aha, tehát, hogy
ez egy azonnal végigcsinálandó küldetés. Fine, I'll try to help you. We'll let you in the barn, then open the doors once it's over. Quick, Master Witcher, or they'll get out! Egy fajtányi probléma. Mindjárt kimegyünk. Ja, ez nem volt vészes. A hullák. Ez vonzotta ide a szörnyeket. Valakit amúgy valószínűleg feláldoztak. Ezek alapján. Temetőnek használjátok a pajtát? No. Why do you ask? Found human remains inside. Several sets. They're what drew the necrophages. Azok banditák voltak. When it was just coin they took, we lived and let live, so to speak. But when they dragged Hedy to the barn, we wouldn't take no more. Grabbed our pitchforks and... Well, you've seen how it ended. El kéne takarítani a hullákat. Next time you kill someone, bury the bodies deep. Need to take care of these too, or they'll attract more corpse eaters. We'll do it. Thank you, Master Witcher. A fizetséget ígértél. True enough. Here's your pay, and thanks for your help. Farewell. Igen. Ez nem is az a küldetés, amit én néztem. Jó, néztem, hogy itt van-e valami érdekesség ennél a questnél, de semmi. 20 korona. Egy pajtányi probléma. És a pajtányi probléma... Novigrád közelében Geralt egy faluba jutott, amelynek lakói valami ghoul problémával küzdöttek. Ezek a megáltalkodott nekrofágok a pajtában ütötték fel a tanyájukat és komoly fenyegetést jelentettek az élőkre. Geralt ráállt, hogy segít a parasztoknak illő fizetségért, persze. A gúloktól megszabadulni nem jelentett komolyabb problémát a Witchernek, néhány nyisz és nyasz, és már is mehetett átvenni a jutalmat. A leírása azt mondja, hogy ez egy nehéz küldetés. Ide jövünk azért még, átnézzük ezt a helyet. Mert valószínűleg soha nem fogok ide visszajönni. Úgyhogy segítünk nekik rendet rakni. Ó, az a törött gerebé, arra nagy szükségünk volt. Két napja csináltad ezt a questet? Az egész játék legkönnyebb küldetése volt. Jó. Na nézzük, hogy itt mi van. Törött gerebje, hát ők teli vannak törött gerebjével. És egy zárt ajtó. Van ahova még a Witcher-t se engedik be. Faster. Érdekes.
tovább. Ezt Tayyar romjaihoz. Hú, a vazel közben össze-vissza mutatja az utat. Jó. 200. Amúgy jobbra kéne mennünk. 150 lépés. És már mindjárt ott is vagyunk. A parancsnok tele van szörnyekkel és csapdákkal. Négy sebesültet már kihoztak. Az a parancs, hogy kutassánk át a barlangot. A mellkas teljesen szézózva, a bordák bizonyára eldöfték a tüdőt. Szia, Nisikám! Valami gond van? Nothing fucking but. One plowing trouble after the other. But what's it to you? Who are you? A gondok megoldója. Egy Witcher. Geralt of Rivia. Witcher. Radovid sent me. No, it's you. Radovid küldött. Te vagy az, már vártunk. Eddig mit tudtatok meg? Word was, you hadn't been able to get inside. Till yesterday, when we found this. Doesn't look like much. Nem tűnik nagy dolognak, de valamiféle hatalommal bír. Ez nyitja a bejáratot. Na várjunk csak. Egy pillanat. Egy pillanat, és megyünk tovább. Aha, látom. Ez a Redanias Most Wanted küldi. Elkezdtünk egy küldit. Szép munka. Good work. Megtakarítottál nekem egy kis időt. We're thrilled. Philippa Einhardt, rejtekének kulcsa. Van még valami, amit tudnom kell. Gyanús volt nekem, srácok, hogy itt vannak. Ez egy régi tündetemplom. The witch Isleheart turned into her hideout. Look at him. Fell into some magic trap, then monsters attacked him. Barely got out alive. Any of your men still down there? Dozen or so went in. There's all that came out. Rest are probably dead. A többi valószínűleg halott. Honnan tudod, hogy Philippa odalent van? Think Philip is still inside? That we don't know. Only certain thing is she was there at some point. Certain? How's that? We've been after her since Loch Moyne. Loch Moyne óta nyomában vannak.
Radovid should have gutted her there and then. As it is, she turned into an owl and fled. Flew across Kedwin and Redania, then tucked herself away here. Bagolyán változott, elmenekült, és kétben meg Redania fölött idevetette magát. Oké. Jó, mehetünk tovább akkor. Ideje megnézem, hogy Filippa bent van-e még. Don't count on anyone going in to retrieve your corpse. Valami bűzlik Redániában. Na nézzük csak. Aha. Ez lesz az szerintem. Igen, igen. Mint mondják, a sakka királyok játéka. Radovid pedig két alkalommal is igazolt eltételt. Előbb az Oxenfurti sakklubban rendelte kihallgatása Geráltot, aztán megpróbálta úgy tologatni, mintha a közönséges gyalog volna. Hogy merre? Persze, hogy a sötét vezér felé. Kémmel jelentették, hogy Filippa Eilhart a Novigrad melletti tünderomok között bujkál. Azt várta Geráltól, hogy oda menjen és elkapja. Gerált rendszerint kitért az ilyen gyalognak való megbízások elől, de tartozott Radovidnak egy szívességgel. És személyes oka is volt rám, hogy Filippát erőkerítse. Na. Nyomunk egy mentést azért. Rég volt már mentés szerintem. Sziasztok, sziasztok srácok, egyébként üdv mindenkinek. Ha, meg is van. Sigismund Glogár professzor jegyzetei. Az ásatásokat Gottfried Oss, Mihály Sabina Ruxer és Marco Gödel végzi. Sigismund Glogár professzor felügyelete alatt. Megkezdtük a munkát az Oxenfurti Akadémia égisze alatt, a tengeri macska nembéli Adrien herceg szíves támogatásával. Esztájár legendás királya Méglor kincseit keressük. Az ásatás első napja. Mélységesen aggaszt a Witcher jelenléted, rossz érzésem volt vele kapcsolatban már akkor is, amikor először találkoztunk a Drahim kastélyban. Itt a föld alatti üregek homályában a hideg is kirász tőle. Vajon tényleg azért van itt, hogy megvédje az expedíciót? A Drahim kastély túl közel van Oxenfurthoz, úgyhogy nem tudtuk nem meghalani a zavaros pletykánkat Adrien hercegről. Az ásatás harmadik napja. Kiana tünde fegyvertárban talált fejezések átadását követelte. Nemet mondtam neki. Az ötödik nap. Tábort váltunk egy nagy és vízmentes barlangban a komplexum keleti részén. Van itt néhány aktív portál, de félő, hogy instabil és egyirányú valamennyi. A hatodik nap. A Witcher meggyilkolta Márkót, aki a felbecsületetlen értékű tüntetervezők egyikét tanulmányozta. A szemem láttára vágta át a torkát és elragadta a leletet. Pánikba estem és átugrottam az egyik portálon. A kamrának, ahová érkeztem, nincs kiárata. Ha a portál visszhangja nem jelenik meg, jó időre itt ragadtam. Remélem Michel és Gottfried sikeresen elmenekült. Adódik a következtetés, hogy a Witcher kezdettől fogva Adrien herceg utasításai szerint járt el. Nem lennék meglepve, ha látnám, hogy együtt ünneplik sikerüket a Drahim kastélyban. A fenébe, talán mégis át kellett volna adnom azokat a tervrajzokat Kiannak. Mi aznom származhat belőlük, ha elrohadok ebbe a kriptában? Már egy csepp vízem sincs, se ennivalom. A portál vízhangja sehol. Istenek! Nem hiszek bennetek, de ha valóban léteztek, ha léteztek, mentsetek meg. Jó. Gotta
be some mechanism that opens this door. Jóló. Kell lennie valami mechanizmusnak, ami nyitja ezt az ajtót. Igen. Ezt annyira nem értem, hogy ez a kéz itt mit akar jelenteni, srácok. Szóval valamivel ki kell nyittatni ezt az ajtót. Ja, ott van. Hiányzik egy csempe? Aha, mehet még egy mentés. Tökéletes rejtek hely egy bagolynak. Nekem kicsit nehezebb lesz valami. Uh-huh. Jaj! Portals. Great. And the witch hunters probably messed with them. Works. Who would have thunk? Jaló. Siker. Utálom a portálokat, felfordult tőlük a gyomrom. Egy remex. A színe elkapott. Ez egy bagolytól. Na gyere, Necker! Tetszik az itteni harci muzsika. Damn, inactive. Maybe I can start it up. Talán beindíthatja? A power cell for portals. Na. Feels dead. Maybe a sign will revive it. Should work now. Did it. Activated the portal. Vissza egy lépés, se közelíts. Sheathe that before you hurt yourself. Wait. You're that witcher the king was supposed to send? Guessed it. You should know by now how dangerous this place is. On the way up above with the others. Not a chance. Those cowards ran at the first whiff of monsters. Őt kemény fából faragták. Besides, something big. Itt valami nagy dolog fog történni. I learn what it is. Radovid. Kitüntetést szeretne a királytól. Filippa még itt van? Can't really know. Sure, we searched a few caverns, but hidden nooks abound. If someone wanted to hide in here, they could easily. Even if they weren't an owl. Mit gondolsz, mi fog itt történni? Sok itt az ug, azt mondtam, hogy... Don't know the details. Megtalálta Eirhártnak a jegyzeteit. Mentioned Ida Emian, Margarita Lowe Antille, Francesca Finderbear, and Frangilla Vigo. As I see it, they aim to meet here. Itt akartak találkozni a varázsló. Alright, a mágusok. Let's get you out of here. Told you already, no chance. Besides, the teleport power cell. Tönkretette a teleport energiacelláját. We have to wait till they come for us. Got no choice. Nobody's gonna come for us. Give me the crystal, I'll get us out of here. But the monsters? I'll defend you. What if you can't? Légy jó és add ide a kristályt. Be a good little hunter and give me the crystal. I am a good little hunter. There you go. Love letters. Kedves Filippa. Ahogy e sorokat írom, épp a kedvenc koktéladat szürcsölöm apám metinai birtokán, és azon tűnőzöm. Mégis mi az ördögöt képzelsz? Azt megérteném, ha egyszerűen csak rámulsz, azt is elfogadnám, ha nem tetszik a kapcsolatunk, és találsz magadnak egy fiatalabb, csinosabb valakit, de az istenek retkes személy szerelmére
Gyíkstra? Az a teljes tisztelettel hordóhasú disznó? Helyettem? Nem tudom, hogy új bájitalakat próbálsz-e ki, amelyek meglágyították az agyad, vagy ez is egy a kis játszmáid közül. De még ha politikai okokból közel is kell kerülnöd ahhoz a tahóhoz, nem értem, hogy ez miért jelenti a mi kapcsolatunk végét. Végül is, nem ez lenne az első eset, hogy titkolnunk kell a szerelmünket. Filippa dobott egy nőt Dijkstráért. Hoppácska. Another feather. Doubt Philippa had an aviary. These are signs of polymorphy. Polymorphy. Uha. Ja, látom, jobbra van. Right, now to activate it. Hoppá, rossz gomb. Jaj! Ezt pont nem láttam. Szóval ez lehetett a labor. Elvileg. Iszunk egy főzetet. És megisszuk a másikat is. Another feather. Még egy toll. Ha onnan jöttünk át. Missing its power cell. Maybe the Neckers took a liking to it. Aha. Oda majd le lehet menni. Milyen először a buvó helyet fogjuk átnézni. Ó, hogy itt volt az energiacella. Jó. Csak ide betesszük. Megnyílt hátul, illetve megnyílt itt is. Aha, tehát ezzel tudunk visszafele menni. Jó. Geralt biztos örül ennek. Ennyit teleportálunk. Ez a legalsó szint. Menjünk itt a jobb oldalon. Persze előtte egy mentés. Ez nagyon fontos. Előtte egy mentés. Ó, te jó ég. Ifrit. Ó, nagyon fáj neki.
Jó, hát akkor jöhet az újabb mentés. Ez jól ment. Ez szerencsére jól ment. Another feather. Még egy. Philippa had an aviary. These are signs of polymorphy. Kérdés, hogy vajon errefele mi van? Az ellenfelek felskálázás abban nyilvánul meg, hogy bár itt 9-es nekerek voltak, igazából több a HP-juk, vagy többet sebeznek. Hát, nem tudom, hogy itt hanyas, hogyha ezek 9-es nekerek voltak, akkor a felskálázás az... szintemhez teszi őket, tehát akkor ők 22-esek lesznek, és több XP jár értük, meg a questekből is. Erősebbek lesznek, több lesz a HP-juk. Ennyi a felskálázás. Én azt kikapcsoltam. Így is elég hosszú lesz a végigjátszásuk, nem kell, hogy még a nehézséggel megnehezítsem a dolgom. Persze lehet, hogy magasabb szintre feljutnék, de mondom, már így is hosszú lesz a dolog. De jól néz ki a portálokkal. Hát hogyha mindent meg akarsz csinálni, akkor csak még jobb a felskálázás, mert még magasabb szintre tudsz menni. Ágyasztal néhány szék szerint, de legalább otthonos. Agátok, amilyet Philippa mindig viselt a nyakában. Csak éppen miért van ezeken vér? Vagy harcolt valakivel, vagy kísérleteiben használta. Vérfoltos sebészeti eszközök. Philippa megoperált itt valakit. Jegyzetek, majdnem teljesen elszenesedve. Mi ez? Anis és nyírfa kéreg. Erős fertőtlenítő. Egy megaszkóp. Repedezett és goromborítja. Talán az egyik kristály megmaradt. Kristály a megaszkóbból. Erősen szirányos. Tiszt tudja, hogy mihez kezdjen majd ezzel. És akkor itt mondják ez a questhez azt, hogy... beszéljünk Trisszel és Jennel, mielőtt bármelyiknek is odaadnánk a kristályt. Gondolom, akkor igazából Radovithoz sem megyünk még el leadni a questet, hanem ezt így megtartjuk. Mondjuk lehet, hogy... hát nem tudom. Szia Viridiana. Az helyzet, nem tudom, van egy questünk, ami így megakadályozza, hogy... tehát ami azt mondja, hogy fejezzük be ezt a questet, mindjárt megnézem, hogy az mikor lesz, tudunk-e. Aztán kinyitotta a portálokat. Életbe vagy? Találtál valamit? Kérdés, hogy beszéljünk-e nekik erre.
Igen. Ha... Igen. Ha átadjuk nekik, akkor Radovid nem fog nekünk fizetni. Ha elutasítjuk, akkor meg kell küzdenünk vele, illetve hogyha azt mondjuk, hogy... Semmit, semmi között hozzá. Ja, értem. Tehát, hogyha... Mondom, a semmi között hozzá az a harc, a semmit pedig az, amikor elvihetjük még Trisznek, meg Yennefernek. Ja, értem, tehát hogyha most a boszorkány vadászoknak adjuk a kristályt, akkor ők elviszik Radovidnak, és azt mondják, hogy ezt ők találták. Radovid meg nem fog elinni, hogy mi voltunk azok. Üdv mindenkinek, srácok! Na hát akkor azt mondjuk nekik, hogy semmi között hozzá. Évedsz barátom, én a királyt szolgálom. Minden, ami rám tartozik, az rám is tartozik. Ja, hogy ami rá tartozik, az rám is tartozik. Ki van zárva? Tartogasd a parancsokat a saját embereidnek. Na, hogy jó ajtott, kapjátok el! Szia Morgados, szia Torvin, szevasztok skacok. Köszi a lootot, tesákok. Én már nem emlékszem, hogy annó hogy döntöttem ennél a küldinél. De nem hiszem, hogy elvittem volna Trisshez meg ilyenhez ezt a kristályt. Úgyhogy... hát jelenleg itt tartunk. Hogy megszereztük ezt a Megaszkóp kristályt, és igazából el lehetne vinni Trisznek. Úgyis arra megyünk, úgyhogy elvisszük Trisznek. Na. Radovidnak Oxenfurt kikötőjéhez kéne mennünk, Triszhez pedig oda, úgyhogy oda megyünk. Mert az a helyzet szerintem mindkettő kelleni fog. Mármint, hogy az nem fog kelleni, hogy... Hogy... Oxenfurthoz most közel vagyunk. Jó, elmegyünk, elvegyünk Novigradba. Mit szólsz a sorozatban az új színészhez? Mármint, hogy Geráltnak új színész lesz? Lecserélték Harry Cavillt, ahhoz mit szólok? Hát, hogy majd meglátjuk, milyen lesz az új. Bízom benne, hogy így nem kell odaadni neki a... Mármint, hogy Trisznek nem kell odaadni a Megaszkóp kristályát. Szia, ja, jó. Szevasztok, srácok.
És amúgy igen, jó, hogy eszembe jutottad, tényleg még a Blood Origins-t is meg akarom nézni. Azt is majd el akarom kezdeni. Amióta kiadták újra szinkronizálva az Office-t, azóta kb. Csak az Office néztük Adrival, és lassan most fogunk végezni a sorozattal másodjára, Adri már harmadjára. Hallottam, hogy van-e új WoW-os Twitch job? Nem tudtam róla. Goblin Weather Machine. Nocsa, köszi szépen az infót. Hoppácska, ez meg új volt. Kérés Sir Riviai Geralthoz ki Hidat Horde címerében. Riviai Geralt, legkegyelmesebb uralkodónk, Anna Henrietta hercegasszony akaratából léptünk az északi királyságok földjére, hogy küldetésünk célját elét tárjuk. Tuszán hercegség földjén egy bestia rémes büntettek sorát követi el ő kegyelmessége alattvalói ellen. Csak a leghíresebb Witcher lehet képes-e szörnyeteget elpusztítani, ezért alázatosan kérünk, jöjj Hollowway faluba, ahol abban a reményben várjuk érkezésed, hogy bajba minket magunkra nem hagysz, s honunkat mielőbb megszabadítod e rettenettől. Kész híveid Palmerin de Launfal és Milton de Peirats Peiran. És már el is cserélték a questemet. Hát ilyet kiengedett. Mit is csináltunk? Valami bűzlik le Redániába. Február 5-ig 4 órán keresztül WoW streamet kell nézni. Köszi szépen! Blood Origins nagyon lehúzták. Az... nekem sose számított, hogy mit húznak le, vagy mit nem. Sok olyat néztem, játszottam, ami mások szerint hülyeség, butasság, béna, gagyi, rossz. Úgyhogy ezek a dolgok nem befolyásolnak, én máshogy ítélem meg a legtöbb dolgot. Kritikusoknak sosz az abba című. Hát ez egy mérvadó. Azért, hogy ők hogy látják, azért az nem hülyeség, de én nagyon máshogy állok ezekhez a dolgokhoz, mint az átlag. Let's go! Hogy kíváncsi leszek rám. Eternal fire. Azt hiszem, hogy itt vannak bent. Jaja. Ja.
Jaj. Most egy ideig sétálni fogok, ameddig nem megyünk el a kovácshoz. Jó lenne majd azt a potit lecraftolni, hogy bírjam a súlyokat. Nem emlékszem már, hogy merre van a bejárat. Egy gyors mentés. Ki fogom elpróbálni a Jedi Survive-t? Ez nem is kifejezés. Nem csak, hogy kipróbálni fogom, végig is fogunk játszani. A Fallen Order-t azt nagyon élveztem. Nem mondom 10/10-es játéknak, de aki imádja a Souls game-eket, mármint hogy szeretem a Souls game-eket, és szeretem a Star Wars, nekem így 10/10. De amúgy nem az. Csak elvakít a rajongás. Geralt, van egy kis gondom, beszélhetnénk? Yes, Geralt? Na, hát tudom, hogy akarsz valamit mondani, de Radovid Filippát keresi nagyon. Spoke with Radovid, offered me a contract to find Philippa. The bastard. A rohadék. Nem volt elég, hogy a szemét kiszuratta? Biztos még tovább akarja kínozni. De te persze nemet mondtál. No. Nem. Geralt, tudod, hogy mit tett vele? Nyugi, át gondoltam, ha beleegyezem, úgy kutathatok utána, hogy az emberei nem kerülnek az utamba. Tulajdonképp kíváncsi vagyok, mi történt vele. Valahogy nekem ez a Souls game téma nem jött be. Hát figyelj, hogyha leveszed a nehézséget, igazából akkor nem lesz egy nagy játék, szerintem. Mert úgy elveszed az ízét az egésznek, de talán megtapasztalhatod azt, hogy milyen történetet, milyen világot akartak benne felépíteni. De hogyha nem jön be a Souls, akkor valószínűleg nem lesz a te játékod. Jó párszor biztos fel fogod magad húzni. De tudom, hogy most így, nem, tehát hogy tudom, hogy ezzel most nem a, tehát hogy most nem rá akarlak venni, csak elmondom a véleményem ezzel kapcsolatban. Szóval ezt a kristályt találtam, de nem akarom neki odaadni, csak ezt találtam. And Francesca's equally hesitant. Neither she nor Ida wishes to decide blindly. They'll stop hesitating as soon as we convince Kira and Fringilla. Kira és Fringilla. She'll join us as soon as she's finished some business in Nilfgaard. Wonderful. That leaves Kira. The problem is, Philippa. I still no notion where she could be. Yennefer and Triss. Yennefer's never belonged to the lodge. And Triss. Well, we shall see. I must regain my vision. Triss is a városban dorbézol. Then see Arthur de Valista. The word is, Triss is also carousing about the city. You still insist? Phil. Pardon my saying so, but you will never regenerate your eyes on your own. Vilgefortz did it. I'm employing the same method, cultivating tissue on precious stones. Szövetek növesztése a drága köveken. You will need advanced power. You'll put yourself in great danger. That's it. That's all I could recover. Miről beszéltek? Get that right? Philippa says she wants to restore her vision. Seems she was planning to grow tissue on precious stones. Makes sense. Found agates covered in blood in her hideout. If she pulled it off, she'd only be the second person in the world to do so. But the bit about the lodge, that's what I found interesting. Mi olyan érdekes a szövetségben? Meaning what exactly? A leghatalmasabb varázslónő, a szövetség korábbi tagjai. That good or bad? Depends for who. Philip has always said that if magic perishes, so shall this world. And the lodge was to protect the mages and their interests. Radovid and the Emperor, on the other hand, would not be pleased.
Both would have to respect our opinions, and neither likes to share power. Te csatlakozni akarsz a szövetséghez? Our opinions? You join them? Really? No. I've got... Nem akar, más tervei vannak. So, what will you do with the crystal? Haven't decided. Ed Radovid would be very interested in it. You're not gonna give it to him, are you? Nem tudom. Tartsd meg a... Nem adjuk neki le. Nem tudom, miért is ne adhatnám Radovidnak? Don't see why not. I was supposed to bring him Philippa, true, but he might be happy with this. I sincerely hope you're not serious. Radovid hates mages, Philippa especially. If she falls into his hands, she won't get out alive this time. Nem adjuk oda. Túl reagálod. It's not like they said anything specific. Radovid is holding mages captive. He'll force them to extract more from the crystal. You're overreacting. Besides, Philip is not one to make the same mistake twice. Geralt, think this through. I will. Thanks for your help. Szegény Triss. Hát milyen elutasításokat kap a kis aranyos Triss? Azt nem tudom, hogy így még tudunk-e beszélni Yennefer-rel. Nem adom le ezt a... Hát, amúgy... Jó, én azt mondom, hogy ezt most így megtudtuk tőle, érdekes volt, de... Ezt majd megcsináljuk még egyszer. Nem azért, mert elutasítottam Triszt, hanem mert azért, hogy hát, ha ezzel nyitva marad még egy ajtó, hogy Yennefer-rel is tudjunk beszélni ezzel a dologgal kapcsolatban. Csak Yennefert még nem oldottuk fel, úgymond, hogy beszélessük, mert ahhoz át kéne menni Skellige-re. Szóval mindkét nőt el kell utasítanunk. Nem lesz rossz következménye ennek. Csak egy jó lesz, hogy Radovidnak odaadjuk, akkor az nekünk jó lesz, ha jól tudom. Így van. Tehát, hogyha csajoknak adjuk, akkor nem lesz semmi, csak mondanak egy-két jó szót. De ha Radovidnak adjuk, akkor meg pénzt kapunk érte. Mindegy, ezt most nem csináljuk meg. Yennefer átváltoztat valamivel egy unikorn is. Na. Szóval kell nekünk a kovács. Mert ugye le akarjuk raftolni a macska felszerelést. Macska felszerelés. Szia, a parfüm kollektor. De mit, hogyha hiányozna? Pénz mindig kell. Pénz mindig kell, főleg a Hearts of Stone-os bővítés, játék mechanika bővítés miatt, a rúnázás miatt, pénz mindig és minden mennyiségbe kell. Ja, lehet, hogy most 14 ezrünk van. Ez itt micsoda? Az utolsó, aki megpróbálta beleütni az órát az ügyeimbe, egy hónapba telt megtalálni. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Macska grif hibrid veszel? Nem, egy quest miatt kell. Többet ér 1000 szónál. Oh, Geralt! Glad you came. Van valami gond? A problem? There's some kind of problem here, gents. Oh, just wanted you to meet my new pals before the bugger the fuck off. Because we're just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good?
Next time, Earl. Let's go. Right. And don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without the shovel. Runázás, ja, runázás drága dolog, nagyon-nagyon-nagyon drága dolog. Szóval, nincs nálás. Ó, ezek a barátaid? Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Ő az új urafikölyök. But the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men and class. And the other? Errol. A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. What's this all about? Yes, I guess Chuck Nempel on me use that. Exactly, the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal. About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance. Tartozik a Koldus királynak. The king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just... Három lap hiányzik neki. But Duke's dregs are all over my arse, so... Ez jól hangzik. What do you say, Geralt? Ez jól hangzik. Persze, persze, hogy segítünk. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Fringilla, Isengrim, and John Natalis. Isengrim and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. Szerinte van Zednek. He quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewhite won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off this debt now. No problem. See you later, Zoltan. Veszélyes játék. Aha. És még van egy küldetés amúgy itt bent. Tényleg ezt akarod? Olcsó kurvánkat és vízizett bort? Hé, nem teltek arról, amit örököltem. Na várjál. Tudom, pont azért töprengek. Mindig csak töprengsz, ha nem ezen, hát valami máson majd. Szólj, ha már döntöttél. Azt nem tudom, hogy ezzel most így kötelező foglalkoznunk. Ez a kabaré nevű küldetés lesz. Jó, Dandelionnal kell beszélnünk. Mindjárt beszélünk egyébként. Jó. Ugye nagyon fontos dolog, hogy eltegyük azt a képet, amit kaptunk. A kérdés, hogy el tudjuk-e tenni. Bízom benne, hogy igen. Szevasz, Kulárz. Vagyok-e a híres E-Hunter? Bá. Igen, igen. E-Hunter bá vagyok. Na. Dear Gdeitz. Aha.
Adandate. Na, hát van itt egy Adandate-ünk, ez biztos. 13-as szintű, azt most kivesszük. Szia, honnan tudom, hogy itt a Twitch-en milyen zenét hallgathatok, amikor streamelek, ami meg van engedve előre is, köszi. Van ilyen szabályzat, azt érdemes elolvasnom. 13-as Adandate. 15-ös Adandate. 17-es és 19-es. Na, 19-es megtartjuk. Van holtpenge. Tuti, biztos vagyok, hogy van már holtpengénk. Aha. Igen. 12-es holtpenge. És ami nekünk van, az pedig 16-os, tehát ha ezt betesszük, akkor ez innen ki kell, hogy jöjjön. Ementál, én olyanunk biztos, hogy nincs bent, az egy elég különleges kard. Dergdate, na az nem tudom, hogy mennyire ritka. Az gőzöm sincs, hogy mennyire ritka, srácok. Jó, tehát csak lent vannak ilyenek. Azt a keresztvasat kell néznünk, hogy mennyire ismerős. Én nem látok sehol olyat, úgyhogy ez is valószínűleg egy különleges kard. Van itt nekünk hosszú karmunk is. Hosszú karom van itt. Méghozzá itt. Ő egy 11-es hosszú karom. Nem fejlődött veled együtt a kard, amit Hattoritól kaptál? Nem emlékszem, hogy hívják. Amúgy jó, hogy mondtátok, csak nem emlékszem, hogy mi a neve. Mindjárt megnézem. Igen. Hattori questje. És a végén kapunk. Blade from the Beats. Blade from the Beats. Kard a nyomor negyedben. Nem fejlődött. 17-es, mondjuk a ládába volt, szóval nem tudom, hogy a ládába fejlődik-e. Ott van. Ja, mert hogy a damage scale-el, azt írják, hogy a 4-es patch-el a damage scale-el a karakter szintjével. Tehát a Next Gen update-tel megkapta azt, hogy a damage scale-el velünk együtt. Aha. Hát amúgy nyomunk egy screenshotot, aztán majd visszajövünk később. És akkor megnézzük. Na, kell-e Cidari posztóvért? Én úgy látom, hogy olyanunk itt még nincsen. Jaja, én se tudtam, csak mondtátok, hogy van ilyen, hogy scale-el a damage. És amúgy tényleg scale-el. Mármint, hogy tényleg ilyen le van írva a wikibe, hogy scale-el. 16-os hegyvidéki csizma, ez pedig egy vadász csizma, de nincs hegyvidéki csizmánk? Nincs. Maha Kamina drág. Az egy 3-as szintű, ez biztos, hogy jobb lesz. Igen, mert ez 15-ös. Van itt olyanunk, hogy új holdkesztyű és orgyilkos kesztyű 16-os. Ez is orgyilkos kesztyű lesz, csak ez 4-es. Na, hát sokkal jobb lett. Nagyon, nagyon bízom abban, hogy ez a mulató quest ez nem fog félállni. Run, Roach. Mert amúgy érdekel,
Érdekel, csak a Veleni questeket szeretném befejezni. Mondjuk csak egyiket fogjuk tudni. De valakit jelzett pirossal, na várjunk. Szevasz, Hattori. Greetings, Ivier. Greetings, Geralt. How might I be of help? Így van, hadd nézem, mit van. Jó, még 2000 van. Csak úgy megcsapant a pénze. Na, látjátok, náluk 69%-os haszonnal tudjuk eladni a cuccainkat. Legalábbis a legendásokat. Szegény Hattorit nincs telenné tettük. Ennyi volt. Ez gyors volt. Oké. Na, tehát amit nekünk kell most csinálnunk, az egy acélmacska kard. Szerencsére semmit se kell vásárolnunk. Aztán kell acél, mint ezüst macska kard is. És ennyi. Macska nyílpuska is kellene, csak hát azt még úgyse tudjuk használni. Úgy vettem észre, hogy növekszik a vagyonuk, ha gyakran visszajársz egy kereskedőhöz. Igen? Na, hogyha ez így van, annak örülök. Tudjuk-e fejleszteni? Ezüst griff kardunk van, a hatékonyabb. Ezüst griff kard a kiváló, igen. A kiváló kell nekünk majd. Csak annak a receptje még nincs meg. Tehát 29-esen lesz a következő fejlesztés, ahogy látom. Így van. 18 és akkor 29-30 körül lesz. Griffkart fejlesztés. Hát és a remek névű lesz majd a nagymesteri, gondolom én. Vár, szerintem e felett még lesz valami. A remek névű fölött. Biztos, hogy lesz, mert azokat meg a Blood and Wine-os területen kell összeszedni. Szóval, hogy is van? Kiváló, remek művű és nagymesteri, gondolom én, ezek a szintek vannak. Na, most el kell mennünk egy olyan kovácshoz, aki armort kovácsol nekünk, ez pedig nem lesz más, mint a bárónál levő. Ne szívesd meg, hogy nem tudunk oda átmenni. Érdekes. Hey, handsome. Tehát most kell nekünk egy csúnya dolgot fogunk csinálni, srácok. Teleportálni fogunk. Fast travelözünk. Oh,
Ho! Basic, Ancient, Superior, Mastercrafted és Grandmaster, aha. Hallod, még egy quest van. Még egy quest volt a Dandelionon. Na. Tehát... Armort craftoljátok, léci. Need some armor. Na és akkor macska csizma. Macska kesztyű. Sejtettem. Ilyen jó, hogy most adtunk el egy inget. De 11-ért adtunk el egy inget. Ez itt a nagy lehúzás volt. És macska nadrág. Na ezért, ezért most jól adunk el nekik dolgokat. Na, például ezt. Meg a buzogányt. Ezt a drág roham kesztyű. Na, klassz. So long. Na és akkor most meg tudom nektek mutatni, hogy hogy néz ki a macska set. Ugye most így nézünk ki a fejlesztett griff setben. Ilyenek vagyunk. Elég jól néznek ki amúgy a fegyverek is. Hát a set az annyira nem szerintem. De most megmutatom nektek, hogy milyen a macska szett. Na hát ez ilyen lett. Ilyen kis mellényes. És akkor ott van a cica. Az acélkard végén. Ott van a... az ezüst kardon és a cica. Cica. Ott fent. Ja, idővel mindegyik jobban néz ki, igen. Azt megnézem gyorsan, hogy megmaradt-e az a quest, ami ott volt Dandelionnél. Gyanítom, hogy igen. Ott van. Jó. Hát akkor bízom benne, hogy nem fog ez így most tönkre menni. És akkor van egy questünk, ami egy Witcher megbízás. És... meg kell néznem, hogy ez most melyik küldetés lesz. Egy pillanat, türelmeteket kérem. Amihez ugye összeszedtük ezt a macska szetet.
A Honorton fenevadja lesz. Honorton lakóinak volt egy kis gondja. Olyan, amit csak egy Witcher oldhat meg. Egy szörny, amit egyszerűen csak rémségnek tituláltak, járta a rengeteget a falujuk közelében. Geralt úgy döntött, megnézi, miféle fennevad is az valójában, aztán megöli. Na ez az, amit most megnézünk. 2000 lépésre van. Nekem amúgy egyetlen kérdőjel sincs a térképen, amit nem egészen értek biztos, nem csinálta meg valamit, de már 15-ös szinti vagyunk. Hát olyat lehet csinálni itt, hogy alapból az alapértelmezett szűrés van, amit ott látsz lent, és akkor úgy nincsen kérdőjel. De hogyha rá váltasz ezen, akkor az összeset megjeleníti, köztük a kérdőjeleket is. Ez a trükk. Illetve, hogyha úgy sincs kérdőjel, akkor a hirdető táblákkal kell interaktálni. Ez a szett olyan, mintha a Geraltnak az nyári szettje lenne. Nekem a nagymesteri medvepáncél a favorit, és igazából az első végigjátszásomban azt építettem, mert jól nézett ki. Szia Katika, üdv mindenkinek. Keszeg, minden oké? Okay? Ez az tehát ez a folyamatos kamera állítgatás, hogy ne a földet nézzük, nagyon idegesítő. Tehát az is, hogy folyamatosan beleakadunk dolgokba keszeggel. Remélem, hogy a Dandelion-ös küldit nem fogjuk bukni az, amiért nagyon izgulok, srácok. Mert persze oda mehetnék és elkezdhetném a küldit, de basszus, hát már annyi minden miatt álltunk meg az elmúlt 2-2 és fél órában. Holott azt mondtam, hogy úgy fogunk kezdeni, hogy pontot teszünk a veleni küldetésekre. Szevasz, Madari. Mai menü mi volt? Kérlek szépen pirítós. Vajas pirítós. Viszont most ettem hozzá mentális sajtot, ami nagy ritkaságnak számít. Mármint nem a sajt, hanem hogy sajtot ettem hozzá. Viszont bánhatod, hogy lemaradtál a tegnapi ebédemről, mert az valami igazán különleges volt. Nagyon hosszú volt a leves is. Azt hiszem az valami májgombóc leves volt, de hogy milyen nem tudom. A második meg hát sült krumpli, párolt rizssel, de mit tudom én, valami hús. De hogy milyen, nem tudom. Mielőtt még kezdtem volna tegnap a vóvazást, akkor így felolvastam, mert hát úgyse tudtam volna ezeket megjegyezni. Na.
Na gyertek, nekrofágó! Ránk visított egy algol. Lalaj, lalaj. Tegnap kivégeztem fehér gyümölcsös, de addig nem megyek el, még nem tanulok megventezni. Nagyon fontosak Ventnél egyébként, hogy néha hagyd, hogy az ellenfeled győzzön. Ez mi volt? Nekem is érdemes főzni valami hús? Hát valami sertés hús volt, azt hiszem. Sehol egy lélek, gonosz dolog történhetett errefelé. A nekrofágok később jöttek, ahol a macska és a farkas játszik. Na, emiatt a küldetés miatt, a Honorton fenevadja utáni küldetés miatt, ahol a macska és a farkas játszik miatt, csináltuk meg ezt a szetet. Geralt sokszor mondogatta, hogy minden Witcher megbízás ugyanolyan. Elolvasod a felhívást, megkeresed, aki kifüggesztette, alkudozol az áron, megkeresed a szemtanúkat, stb. Ugyanaz orvérzésig. Én azonban mindig úgy tartottam, hogy a felszínes hasonlóságok alatt tenger mély különbség húzódhat. Például Geralt néha kiderítette, hogy a megbízói maguk szabadították magukra a fenevadat, míg máskor rádöbbent, hogy a kérdéses szörny megölése csak egy nagyobb és persze sötétebb terv része volt. És egyszer Honortonban, hát az egészen más megbizatás volt. Vágásnyomok. Nem mélyek, de verőeret értek. Retesz, ketté tört. Na gyere! Ja, leesett rólam a shield? Basszus. Vér. Valamivel keveredve? Ez a szag. Alkohol, valami földrög, sisakvirág. Gyógyír. Potion. This blood didn't come from a peasant. Ez nem egy földbűves vére. Könnyébb belemágott kar. Egy csapással. Pitchfork. Vasvilla. Közelharcban veszélyes. A penge átszúrta a belső szerveket. Kartpenge nyoma átvágta a gerincet. Nem tudott mozdulni, elvérzett. Ezt a questet, hogyha megkapjátok egyébként, akkor azonnal meg kell csinálnotok, mert ha nem csináljátok meg akkor, és elmentek erről a területről, akkor félállni fog. Felvágott gyomor, valószínűleg a gazdáját védte. Az első vágás felvágta az ütőeret, a második, is ütőeret ért, gyorsan meghalt, nem harcolt. A nekrofágok széttépték a testet, de nem ezölte meg.
sword wounds. Kardájtettesebbek. Még ég a tűz, ez nemrég történhetett. Valaki jó módú, különösen Velenhez képest. Egy lesi feje, éles késsel vágták le. No csak, valaki megelőzött. Jaj. Na gyertek! Na gyere! Gyere! Szegény algol. Az élet kemény. Na és még itt hagytunk valamit? Az lehetetlen. Ó, tényleg. Birodalmi bajusz, húsos harc, fontos ember lehetett. A halál oka készúrás, a bordák közt egyenesen a szívében. Van valami a kezében. Ezüstlánc, elszakadt, letépte valakiről. Stop. Jó. Egy baba és egy gyerek lábnyomai. Aha, ott van. Ne aggódj, nem foglak bántani. Csak beszélni akarok. Macska szeved van, pont mint neki. Pont mint kinek? Olyan, mint ő, a rossz ember, aki megölt mindenkit. Nem adok semmit, hagyd békén! Itt is ezt fogjuk dönteni, hogy elég, mondd el, mi történt, mert ezért kapunk XP-t. Alright, enough. Tell me what happened here. Dodathattuk volna a babát is. Hát az erdő kísértet járta, valami lidérc vagy mi. Szobemér bácsi azt mondta, legjobb, ha Witchert hívunk. Jött is egy, nagyon hasonlított rá, de gonosz volt a tekintete. Elhozta nekünk a fejét, csak hogy Sohemir bácsi nem volt boldog valami miatt. Kiabáltak és feszekedtek. Aztán bementek a fészerbe. Mesélj még, kislány, tudom, hogy mi történt, de mesélj még. And what? Nem tudom, hallottam őket kiabálni. Szobemir bácsit és a többieket. Aztán az a Witcher kiszaladt a fészerbe és csupa vér volt. És bárki, aki szóval mindenkit egyenként a kardjával, így, anyukámat és a testvéremet is.
Köszi, Astro. Szevasztok, szevasztok, srácok. Még mesélj! Mit láttál? Engem elengedett. Nem tudom miért. Aztán arra ment a kör felé, ahol ajándékokat hagyunk az istenek. Én elrejtőztem a fészerben. Ezt a szalma között találtam. School of the cat. Thanks. You've been a big help. Macska iskola medálja. A nénikéhez megy orátomba. I'll take you to her. But first I gotta see to this bad man. This doll's yours, right? Hug it close and stay put. Understood? Sit tight, kid. Tarts ki kölyök. If you went off towards the circle, that'd be the place to start. Mindjárt oda megyünk. Jó. Egy pillanat, srácok, csak itt vannak ilyen összefüggő, ilyen függőségek a questeknél. Aha. Jaja. Igen, most épp azt néztem meg. A kőkör körül kell néznem. Lábnyomok. Alig láthatóak, csak ő lehet. Tenyérnyom vérrel, ma a sebére tapasztotta a kezét. Megcsúszott és ki kellett támasztania, hogy ne veszítse el egyensúlyát. Ja, erre. Jó. Vér, még friss, közel lehet. A szemét farkasok. Na hát, mi van itt? Macska páncél, farkas fejes medál. Egy őszvér? Ennyi. Igazából ez volt az. Ez volt az. Ez volt az a sor. Amiért jöttünk. Ezért gyártattuk le a macska szetet. Ezért az egy megnyilvánulásáért. Szia, Bradasbé! GG, ez nekem kimaradt? Ja, én is így azért tudtam, mert így utána néztem, hogy na most melyik küldetés jön, és hogyha ez a küldetés jön, akkor ott vannak-e valami érdekességek, az azért tudtam, hogy itt ilyen lehet. Azért is most értünk hozzá vissza, mert ugye ez Veleni küldetés, és kb. Már minden Veleni küldetést megcsináltunk. Na, királyság! Elvesztettél valamit? Azért jöttél ideig, hogy visszaadd a medálomat.
Örülök, hogy létezik még bajtársiasság. But our craft's reputation is on its last legs. Folk won't easily forget that massacre. Occupational hazard. Could have happened to any one of us. Well, what are you still doing here? Meg kell halnod. Én úgy emlékszem, hogy a meg kell halnodot választottam, mikor legutóbb játszottunk a játékkal, a végig, az előző végigjátszásunknál, illetve most a... Most nem szabad, hogy harcoljak vele, nem szabad, hogy meghaljon, mert ha meghal, akkor nem ad nekünk még egy küldetést. I want to chat first, then we'll see. Take a seat. I'll stand. Now talk. Beszélj, mi történt? What happened? Come on, you know what happened. Tudod, hogy mi történt? Nem akartak fizetni a fejért. Go on, guess. Fifty. Bár csak 50-et. 12-t, érted, haver? 12 kurva koronát. Alig fedezi a főzeteim mozzávalóit. És miben egyeztetek meg? Ennek a többszörösében. Jó uram, éheznek a gyermekeim, háború van. Isten kegyelméből legyen megértő. Ismerős. Ez még nem oka mészállásra. Még nem végeztem. Mondtam neki, hogy nincs kedvezmény, és ha nem látok aranyat, akkor visszasírják még a lesit. Ettől aztán elkomorodtak. Végül megszólalt a legvénebb. Nyugodj meg, Witcher uram! A fiúkkal elrejtettünk némi aranyat a fészerben, hogy a báró emberei ne vigyék el. Jöjjön csak, megkapja a pénzét. Be is döltem neki. A bolondját járatták velem. Az egyik szóval tartott, míg a másik hátba akart szólni a vasvillával. Hogy éltett túl? A vasvilla nagyot dök. Túl jól ismerem. Az utolsó pillanatban elfordultam. A hegyes ekésebet ejtett, oldalról szúrt és elhibázta a tüdőmet. Bevallom, elvesztettem a fejemet. Hozzászoktam már a szaros utalmakhoz, az átverésekhez, a könyörgésekhez, hogy segítsek nekik, hogy aztán leköpjenek. De megölni? Csak hogy spóroljanak néhány koronát? Ilyen szarháziakat kell védelmeznem. Szóval előúztam az acélt, és elsütettem, míg a föld iszamós lett, nem lett a vértől. Miért kímélted meg a lányt? Mert nem számít. Azért kérdeztem, mert számít. Beszélj! A húgom jutott róla eszembe, ahogy emlékeztem rá, mielőtt elvitek volna a macska iskolájába. Mi van vele? Meghalt vagy 10 évvel ezelőtt. Öreg volt már. No, meg volt a szívvel szóló beszélgetésünk, mint Witcher a Witcherrel. És most? Sok ártatlan ember meghalt a faluba. Hát ezek nem voltak ártatlanok. Nem az én dolgom ítélkezni fölötted. Ultimately, it's not my job to judge you. That's it. Not gonna lecture me? Make me promise to mend my ways? They call me the butcher of Blaviken. Engem a Blavikeni mészárosnak neveznek. Néha fejek hullanak. Sometimes heads just roll. Várj! Én nem vagyok Olcsó János, mint azok a parasztok. Tartozom neked. Tessék, itt a térkép a rejtekemhez. Rejtekhelyemhez. Vigyél el onnan, amit akarsz. Nem, én köszönöm. Sok szerencsét az utadon, farkas. Ja, gondolom, iszapos. Lorcsi.
Vissza kell mennem a gyerekhez, mielőtt más is kiszagolja. Na. Ugye most megkaptuk a vidd, amit csak akarsz küldetést, de ebbe még nem szabad belekezdenünk. Mert akkor... az ahol a macska és a farkas játszik küldetésünk fél lesz, úgyhogy vissza a kislányhoz. Érdekes volt ezt látni. Kíváncsi lettem volna, hogy mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy sok ártatlan ember halt meg. Bármivel nem hiszem, hogy csak a vén ember tervelte ki ezt a dolgot egyedül, ezért nem hiszem, hogy annyira ártatlanok lettek volna. Itt meg ebben az időben az életet nem tartották olyan nagyra. És inkább, tehát hogy én megértem, hogy ez a Witcher miért védte magát ennyire. Nem fizettek neki, aztán még le is akarják szúrni, hát persze, hogy előkapta a pengét. Nem mindenki lehet ilyen türelmes Geralt, mint én. Ja, hát ártatlanokat is volt, igen. A járulékos veszteség. Az iszamos azt jelenti, hogy csúszós, főleg csak vérrel kapcsolatban használják. Ó, ezt nem tudtam. Ma is tanultam valamit, köszi szépen, Idernél. Azt hittem nem fogsz, mert téged is bántott. Azt hittem nem fogsz visszajönni. I'm fine. And you don't need to worry about him anymore. So you'll take me to my auntie's. It's awful here. Ja, menjünk. Sure thing. Let's go. Think I could ride on your shoulders. Ülhetek a nyakadba? Ha megígéred, hogy nem húzod a hajamat. Én még csak a második könyv felénél járok. Turin. Lucy néni! Millie, te meg mit csinálsz itt, te vásott kölyök? I'll explain. Majd én elmagyarázom, de menj és játsz egy kicsit. Miszállás történt Honortonban. Csak ő élte túl, egyedül. Istenek, mi történt? A banditák? Egy másik Witcher volt. Na nézzük. Igazat mondunk egyébként. A kísértet végzett velük. Hát amúgy, tehát hogy a kis csaj úgyis tudni fogja, hogy egy másik Witcher volt. És akkor már is meg lesznek az előítéletei, bár így is meg lehetnek az előítéletei egyébként a nőnek a Witcherekkel kapcsolatban. De ha még hazudunk is nekik pluszba. No, another Witcher did it. Villagers provoked him. They speak true of you lot. Szívtelenek vagytok és gondoszok, gyilkosok vagytok mind. Not all. Egyáltalán nem. You'll look after her. Vigyázni fogsz rám? Truth be told. Jobb lenne, ha magaddal vinnéd. What? Gyilkosnak nevezel, aztán meg rám tukmálnád a gyereket. Nem kell egy gyomorral mászkálni. Ja, csak annyit mondok. Négy unokája van, korábban hatan voltak, de kettőt eltemettük a télen. Adunk neki pénzt. Attól nekik négyet. Time I was on my way. No. But why? Witcher's lot in life. Always on the road,
on the path. Will you come back and see me sometime? Hope so. Take care, kid. Tehát vissza kell jönnünk ide. Come, child. We'll buy a bit of flour. Your aunt will whip up some pancakes. Sound good to ye? Ide vissza kell jönnünk, srácok. Én elmondtam neki az igazat, meg adnék is neki 400-at is. 40-ből mit vesz? 40 az amúgy nagyon sok. Mármint, hogy így persze a vendorokat látjuk, de amúgy ez nagyon sok. Egy kicsit csalunk. Oké, ott maradt a küldénk, de jó. Én utána el is felejtettem ezt, véletlen fast travel-öztem ide. Én is. És meglepődtem. Meglepődtem. Itt most elmulatunk pár napot, és mindjárt visszajövünk. Ja, Gerard gyakorlatilag itt ilyen milliárdokkal, a mai világban megfelelő milliárdokkal rohangál ez a 16 ezer koronával. Tehát, hogy ugye, amikor mondta Gyikstra is, hogy nagyjából 2000 korona értékű kincset raboltak el, és hogy ezért fejek fognak hullani, ehhez képest Geralt 17 000-re rohangál. Na, mondjuk legyen 9 óra. Akkor a valóságban hogy lehet Witchernek lenni? ötvennégyezer lett a végén? Annyit mondok, srácok. Amúgy, nem tudom, ott van Oraton. Annyit mondok, hogy a rúnákkal és a nagymesteri páncélokkal azért bőven el lehet költeni a pénzt. Random. Na itt a küldi. Nálam 50, igen, igen. Egy random viskapba találsz éhez árvánkat, nekik adhatsz 5 kopejkát, vagy egy kis uzsit, hát kösz szépen. Az is azért sok. Na egy pillanat. Itt van ez az a küldi, amiért jöttünk. Oraton. Itt nem is írja amúgy ezt a questet. Én vagyok az Miri, emlékszel rám? Hát persze. Azt a ajándékot, mert anyu mindig azt mondta, hogy ha valaki kedves hozzád, azt meg kell köszönni. Köszönő kártyát kaptunk. Jobban megyek, Lucy, mi azt mondta, ne menjek messzire. Bölcs szavak, légy óvatos és köszönöm az ajándékot. Na, hát srácok! A mai Witcher streambe ennyi fért belem. Végre sikerült pontot tennünk az egyik veleni küldetésre, az egyik veleni megbízásra. Hát ez az eltűnt fivér, ez még mindig nagyon kemény. Amit most megcsináltunk, ezt a Honortom fenevadjam, ez egyébként az alapjátékban nem volt benne. Ezt így pluszba tették hozzá később egy ilyen patch formájába, egy ingyenes DLC formájába. Illetve mindemellett még megcsináltuk azt is, hogy meglegyen a macska felszerelés. Ez az, amit most rajtam láthattok. Elég jól néz ki a griffhez képest. Megnézem majd egyébként, hogy nézzek ki a nagymesteri cuccok. Még a griffet sem néztem meg egyébként, hogy milyen. De biztos ámulni fogok attól, hogy az milyen. A medve, a nagymesteri medveszet az brutál jól nézett ki. De ugye mivel ez a végigjátszásunk griff
griff setet igényel, ezért a griffet fogjuk majd felhúzni. Úgyhogy igazából emiatt a küldetés miatt gyártattam le és szereztem meg a macska setet. Egyetlen egy sor miatt, én úgy gondolom, hogy megérte, nektek biztosan tudtam ezzel újat mutatni, úgyhogy vissza is vesszük a griff setet. És innen folytatjuk majd, srácok, legközelebb. Méghozzá a vid, amit csak akarsz küldetéssel, és itt még vannak küldetések, amiket érdemes lenne megcsinálnunk, mielőtt még Skellige-re hajóznánk, hiszen, ahogy azt a stream elején is mondtam, a fő küldetésekben most már Skellige a cél. Most már mást itt nem tudunk csinálni. Csak azt, hogy átmegyünk Skellige-re. Ja, meglett a kislánynak a rajza. Úgyhogy ez király volt. Ez király volt, és már várom, hogy legközelebb is csapassuk.